Jó reggelt mindenkinek! Itt a karttal, hol a kart? Ez itt a nemzeti hal. Mindenki ezt teszi, majdnem minden nap. Ez egy pici kagyló. Termine a neve. Nem is lenne szabad kifogni. Aztán vannak mindenféle más tengeri herkentyűk. Itt vagyunk a közepében. Mindenféle rákok, polipok, szemszájnok indít. Megint itt van a karthal, aztán Poli, megint karthal, szóval van itt minden fúrió. És ezek itt már meg vannak csinálva. Karthal tekercs pisztáciával, nagyon finom. Ez már tonhal, ez a nagyon vörös, nagyon finom ez is. És most jön a lepényhal, ezt is nagyon szerettem. Panírozva, sütve, jaj de finom. Most itt van gyümölcs, lipicsiga és lila karfiol. Azok a fehérek ott az édes kömény gumója. A tenger minden gyümölcse megtalálható. Szemszájnak ingere. Legjobb húst, a legjobb halat, és képesek mondjuk egy 3-4 tagú család teljesen normális ebédért, csak a halért kiadnak 20-30 eurót. De hogy legyen elég hal. Nehogy ilyen haljanak. Az egész máshogy gazdálkodnak. Szóval fogaikra nem költenek, fogaróshoz nem járnak, de a finom étel az legyen az asztalon. És itt az articsóka. Szóval innen tudjuk, hogy az articsóka nem madár. És meg kell sütni faszénen, aztán ketté vágják, és levelenként kell megenni. Nagyon finom, nagyon egészséges. Ez az, amit gyógyítja a májat. Kifeszítik a leveleket, és akkor belenyomják a tölteléket, amiben ilyen zsemlemorzsa van, meg petrezselye, meg... Na most tette föl. Ezek még nagyon zöldek. Ezt még jól meg kell sütni akkor, amikor már tényleg ott fekete az egész. Visszamegyünk a halashoz, és itt most lehet enni is. Nagyon finomakat. Jó étvágyat mindenkinek, a viszontlátásra!